Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Tegyük a helyére sorozat ma esti adásának a nézőit. Én Fóri Satüla vagyok, a beszélgető társaim Takács Ferenc, Piszter Ervin és Görbis Tamás. Mielőtt belefognánk a mai beszélgetésünkbe, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha szeretnéd hogy első kézből információt kapj arról, hogy ha új tartalmaink jelennek meg, akkor iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Találsz a képernyőn egy kis csengő gombot, kattints rá, és már is megtörtént a feliratkozás. Hálásak vagyunk, hogyha ezt megteszed. No, hát a mai témánk a varázslás. Ebben a fél évben, ebben az évadban a Galata levélnek az ötödik fejezetéből egy olyan részt veszünk Gorcső alá, ami Egyesek egy bűnlistaként szoktak emlegetni, egy új szövetségi bűnlistaként, a test cselekedetei vannak ott felsorolva. Azért nagyon izgalmas ez a felsorolás, mert maga a levél, a Galata levél alapvetően egy erős állásfoglalás Pál apostol részéről a Kegyelem Evangéliuma mellett és a Szent Szellem munkája mellett, és aztán, amikor elérkezünk az ötödik fejezethez, akkor elmondja azt, hogy a szellem a test ellentör, és a test a szellem ellen, és aztán tesz egy felsorolást, azt mondja, hogy a test cselekedetei pedig nyilvánvalóak, és ebben a felsorolásban rögtön a bávány imádás után következik a varázslás, ez lesz a mai témánk a varázslás. Nagyon érdekes, hogy azt mondja Pálapostól a bevezetésben, hogy a test cselekedetei pedig nyilvánvalóak, ez azt jelenti, hogy egyértelműek, világosak, mindenki számára ö, teljesen tiszták, hogy mik a testnek a cselekedetei, ö, és mégis mi fontosnak tartjuk, hogy ezeket a nyilvánvaló dolgokat elővegyük, mint hogyha mégsem lenne annyira világos, ö, hogy érdemes talán leporolni, hogy mire is gondolt itt Pálapostól. Úgyhogy tegyük nyilvánvalóvá, hogy mit is jelent ez a varázslás, az lenne az első kérésem hozzátok, és ö, Mindenkinek két kérdést szeretnék föltenni, és arra kérlek benneteket, hogy mind a kettőre válaszoljatok. Az egyik, hogy számotokra mit jelent a varázslás definíciója, a második pedig, amire rögtön az elsőt követően válaszoljatok, hogy miért tartjátok fontosnak azt, hogy 2024-ben a varázslásról beszélgessünk egy keresztény fórumon. Kezdjük talán Ervin veled. A... <coughs> Először is nyilván, ha ott van, akkor fontos dolog, nem véletlen tette a pár. Klasszikus értelemben ez egy, a szó az helye, azt hiszem, az a gyógyászatban használt, orvoslásban használt ilyen kencefincékre vonatkozik, az eredeti görög szó. És, és azt jelenti, hogy ilyen, ilyen, ilyen dolgoknak a kikeverése. Igazából én azt gondolom, <coughs> első kérdésedre válaszolva, hogy minden, ami ott van a Szentírásban, az aktuális a 21. században is. Én nem foglalkoznék annyira a, a kívülvalókkal, hogy most a világban hányféle módon jelenik meg a, a, varázslás az afrikai, az indiai és az összes többi népek között. Én, én a saját vízünkön, a saját vizeinket neveznék, és én, én ha lehet, akkor... azt akkor... azt mondod, hogy a saját vizeinken söpörnék. Igen, azt is lehet, hát a miért a vizet is lehet söpörni is. Igen. Hogy, és én azt gondolom, hogy talán engem és lehet, hogy a kedves nézőket is jobban érdekli az, hogy az egyházon belül, illetve a keresztény körökben hogy néz ki ez a dolog, mit nevezünk és ö, varázslásnak, és ö, mit értünk alatta. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon aktuális, és bőven kitölteni a mai esténket, hogyha megnézzük azt, hogy a mi szeretett karizmatikus világunkban ö, ö, hogyan alakul a varázslás, és hogy van-e ilyen, és én szerintem van, és amikor Isten nevére hivatkozva az akaratunkat ráerőltetjük másokra, sőt, sőt tekintélyünkkel és mindenféle egyébbel együtt is megpróbáljuk az embereket manipulálni a mi akaratunk és elgondolásunk szerint, akkor én azt gondolom, hogy ez az a terület, ami engem is, és szerintem a hallgatókat is jobban érdekel. Tehát én azt gondolom, hogy a varázslás a mai értelemben egy házon belül az azt jelenti, amikor egy ember az ő akaratát, az ő, az ő szándékát, az ő elképzelését úgy erőlteti rá másokra, hogy közben Istenre hivatkozik, közben Isten nevét emlegeti, Jézus nevét emlegeti, és és, és az egész az nem más, mint egy varázslás. Mm, engem most megleptél, hogy ezek szerint a keresztények között működik varázslás, tehát Hajjaj. ott, ahol a szent lélek munkálkodik, ha, így van. mégis megjelennek a testnek a cselekedetei, tehát hogyha a Galata levél, Galatács. a kegyelem evangéliuma alapján íródott, akkor nem akarok előbe szaladni, de elképzelhető, hogy ahol nem a kegyelem evangélium van a középpontban, ott megjelenik a varázslás, végül is ugye úgy kezdi a nagy ostorozó beszédét, pálapostoló, hogy kicsoda a igézet meg benneteket. Erre. Köszönöm, akkor majd vissza fogunk erre kanyarodni, de Feri, mi a varázslás, miért tartott fontosnak, hogy beszéljünk erről? Ö én utána néztem mindenféle ilyen meghatározásoknak az interneten, próbáltam, hogy, hogy mit, mit mondanak, akik ebben még okosabbak nálunk is. Olyan Ilyeneket... nincs. <laughs> Igen. Ilyet, ilyen megfogalmazást találtam, és ezt ez találtam a legpontosabbnak, hogy természet fölötti erők tudatos szolgálatba állítása akarat érvényesítés, uralkodás céljából. Tehát ez egy eléggé pontos meghatározás. Tehát itt nem egy ilyen véletlen, esetleges ügyről van szó, amikor a Biblia arról beszél, hogy varázslás. Ez nem, az, nem azt jelenti, hogy, hogy anyuka ráerőlteti az akaratát Pistikére, vagy, és akkor ez, ez már maga a varázslás, hogy a feleségekkel kapcsolatosan itt szeretett karizmatikus egyházunkban a Jezabel emlegetése volt a, tehát minden, amikor nem fogad szót a hites urának, akkor azt már jezabelezték, és, és akkor varázslás folytat. Tehát nem ilyenről beszél. Amikor a Biblia azt mondja, hogy varázslás, az egy tudatos, természet fölötti erőknek a szolgálatba állítat, állítása, a saját akaratom, saját célok szolgára, saját célok megvalósítását céljából. És ennek két, én külön választanám a dolgokat, ugye beszél az 5. Mozes 18, meg az Ézsaiás Proféta 8. 9. fejezetében ezekről a, a tevékenységekről, mint a jövendőmondás halott idézés, ezekről az, az okult spiritista tevékenységekről beszél a, a Biblia, és ezeknek a súlyos következményeiről is beszél, és én ezt külön válaszolnám, ez egy valóban egy veszélyes terület, de ezt nem olyanok csinálták, akik úgy véletlenül jé, oda kerültek, hanem ez egy tudatos döntés alapján ö, folytatták ezt a természet fölötti sötét ö, tevékenységet. És a másik részét pedig, amiről az Ervin is beszél, az a kereszténységen belüli manipulálás, uralkodás, amit érdekes módon én úgy definiáltam, ez az én definícióm, hogy van egy varázslás kultusz. Tehát, hogy mindent varázslásnak minősítünk, a figyelmet elvonjuk a, a kegyelem evangéliumáról, erről beszél Pál, amikor, hogy kicsoda igézett meg titeket, és foglalkoztatunk embereket, azzal, hogy keressék a saját bűneiket, keressék azt, hogy most akkor milyen, ö, éppen milyen ö, varázslás alatt vannak, vagy ők mit varázsolnak, és akkor itt belekerülünk a kígyóborkától a volán taxig minden a süssi a sárkány, amikor. A hát 666 a telefonszámon. És akkor az is már a varázslás kategóriájába tartozik, és. Az én kocsimnak is ennyi. Na, no, azok az első, tessék, ugye? De, de akkor... akkor Direkt kértem. A... <laughs> Jó, bocsánat. Vagy a ördög jobb és bal keze tilalmas filmé válik azért, mert benne van az ördög, a kígyóborka azért, mert benne van a kígyó, és akkor belecsúszunk már mindenfélébe, és ez egy kultusz, aminek szintén az a célja, hogy, hogy aki ezt a kultuszt mozgatja, és e körül forgatja az emberek gondolkodását, ő szeretné irányítani az embereknek a, a hitbéli működését, és közben a fókusz átkerül Jézus Krisztusról, az Isten szeretetéről, kegyelméről, átkerül arra, hogy én mit csinálok rosszul, én nekem mit kéne másképp csinálni, és én úgy gondolom, hogy ez egy varázsláskultusz. Mindjárt megadjuk Tamásnak is a válaszodási lehetőséget, de... Én úgy látom, hogy a Galata Levélben, amikor Pál azt mondja, hogy kicsoda igézet meg benneteket, akkor egy olyan jelenségre utal Pál, hogy valaki jött, és elkezdett egy olyan üzenetet közvetíteni, ami félelmet keltett az emberekben, mm -hmm. és ezzel elfordította őket az Istennek a, a szeretetétől. Tehát nem feltétlenül az volt a szándék, hogy most ő uralkodjon valakin, hanem egyszerűen valószínűleg ugye a, a saját meggyőződését mondta, a saját félelmeiből, a saját torzisten képéből me nyilatkozott meg, viszont ezt olyan hatásosan tette, hogy sikerült ezeket a derék elfordítani a az evangéliumtól, de majd vissza fogunk erre Nagyon kanyarodni. Nagyon enyhén meg, de... Hogy? Enyhén ítéled enyhén, meg. Enyhén bár, meg, igen. A pál, pál más mond, a pál azt mondja, hogy bárcsak ki metélnék vagy. Na jó. Igen, ezt is megemlíti, kétségtelenül, ne, tehát nem hogy semmiképpen segni. nem bánik, hogy úgy mondjam, is kézzel <laughs> hát, <laughs> velük, bár azon a kézen is lehet kesztyű, amelyik a szikét tartja. Uh, Tamás, mi a varázslás, és, uh, és miért tartod fontosnak, hogy beszélgessünk erről? Hogy kerül a csizma az asztalra? Hát először is itt a testcserekedeteinél ugye a bálványimádással van összekapcsolva, ezzel sokat nem szeretnék foglalkozni, de a dolognak az a lényege, hogy amikor ö, ember által készített tárgyakat ruháznak fel ilyen spirituális hatalommal, és azon keresztül próbálnak ugye a szellemvilággal valamilyen kapcsolatba kerülni, akkor az mindig csalódást okoz, mert hát tudjuk jól, hogy a kézzel csinált bálványok nem tesznek semmi út, semmi nem történik az ég egyet a világon. És ezért ö, a bálványimádás mellett mindig megjelenik a varázslás, a mágia különböző formája is, mert valamilyen élményt mégiscsak adni kell, és pontosan onnan lehet tudni, hogy egy hitető csaló szellem működik, és varázslás működik ebben az értelemben, de a szellemek okozzák azokat a bizonyos spirituális élményeket, mert mindig ott van a bálványimádás is mellette, tehát ez ilyen szempontból kéz a kézbe jár, és nem véletlenül van itt is felsorolva. A másik, és itt csatlakoznék ahhoz, amit a Feri mondott, ugye illegális akarat átvitel. Tehát más, a másik ember akaratának a legyőzése, kikerülése, és ebben valóban ugye a varázslásról szóló tanítások voltak a legnagyobb varázslások, mert az emberek közti viszonyokban nagyon sok a manipuláció. a manipuláció önmagában nem varázslás, hanem manipuláció. Tehát amikor rá akarom venni a másikat valamire, így úgy ilyen olyan, olyan eszközökkel, ezek pszichai dolgok, emberi dolgok, hogyha úgy tetszik, nem tartoznak szigorúan véve biblikusan a varázslásnak a tárgykörébe. Akkor beszélhetünk varázslásról, amikor ez az akarat átvitelhez, én tényleg természet fölötti Erőt várok, segítséget várok, és igénybe veszem az ilyen-olyan szellebek szolgáltatását annak érdekében, hogy az én az legyen, amit én akarok, és a másik ember akaratát a sajátomnak alá tudjam rendelni, alá tudjam vetni. Mondok két példát, és akkor talán érthető lesz. Az egyik, hogy például nagyon elterjedt mostanában a szerelmi varázslás, ugye elmennek a fe fehérmágushoz, és akkor az ő létrehoz egy kötést, hogyha valaki agódik, amiatt, hogy elveszti a adott párkapcsolatában a másikat, akkor ilyen szerelmi kötéssel magához tudja láncolni. Ugye ez mi a probléma? Az, hogy eleve gond van nyilvánvalóan a kapcsolatban, és az, hogy valaki csak azért kötődik hozzá, mert valójában nem szerezve igézet alatt van, és nem tehet mást, hát az nem pontosan az, amire az ember vágyik, és azt gondolom, hogy ez nem egy normális kapcsolat. A másik híres történetünk ugye Bálámé, Bálák tudta, hogy nem tudja legyőzni az Izraelt, mert Bálákot Szihon külön, meg Ógis külön legyőzte, és Izrael mind a kettőt legyőzte, tehát Bálák tisztában volt vele, hogy a csatamezőn nincs esélye, de mégis gyűlölte az Izraelt, és el akarta pusztítani, félt tőle, és ezért azt gondolta, hogyha megigézi, ugye a varázsló Bálámnak a szolgálatait igénybe veszi, akkor meg tudja szellemi erővel, természet erővel gyengíteni a népet annyira, hogy legyőzhetővé válik. És ugye Bálám mondta ki a híres szavakat, hogy, amit idéztél is, hogy nem fog a varázslás Jákobon, és sem a jövendőmondás Izraelen, és akkor láthatjuk, hogy azért a varázslás kategórián belül sokféle van. Igen. Alapvetően szellemi működés van olyan is, amikor tényleg erőt akarnak használni, hogy, hogy ugye Bálám is ezt tette megátkozni, megszidalmazni, meggyengíteni, elbizonytalanítani az embert, van olyan, amikor információt akarnak, vagy sorsot vetnek, ugye ilyen kifejezések is vannak az Ószövetségben. Tessék például Hámára gondolni, hogy a sorsot vetett, hogy melyik napra hirdesse ki a nagy leszámolást, és itt tovább. De ez, ez, mind azt eredményezi, hogy a természet fölött itt, és itt óhatatlanul csak és kizárólag a tisztátalan szellemvilágot tudják az emberek igénybe venni azért, hogy a saját akaratokat rákészerítsék másokra. És ez mindenképpen illegális. Ahogyan a manipulációban is illegális, hogy valaki kikerülje az Akaratot, és akkor vagy erővel, vagy, vagy, olyan hamis információkkal, meg olyan ígéretekkel, meg hamis reménységgel lépre csaljon. Ezt nem szeretjük az emberi viszonylatokban sem. Hogyha ez megvan spékelve még valami természet fölöttével is, akkor az, az, azt gondolom, hogy duplán súlyos. Erről azt mondtad, hogy söprögessünk a saját házunk táján, tehát beszéljünk, Eveszünk. a, a evezünk a saját vizeinkkel. Igen, szóval, hogy, hogy azt beszéljünk arról a varázslásról, vagy a varázslásnak annak a fajtáiról, amik az egyházon belül működnek. De abból az idézetből, amit Tamás is említett, én is említettem, ugye azt mondja Bálám, hogy nem fog a varázslás. Jákobon sem a jövendőmondás mondás Izraelen, hát úgy tűnik, hogy hát ha már Jákobon sem és Izrael sem fogott, akkor mennyivel kevésbé azok, akik, azokon, akik Krisztusban vannak, hogy akkor ezek szerint nekünk ez nincs is dolgunk, nem? Tehát, hogyha Krisztusban vagyunk, akkor minek beszélgetünk a varázslásról, hogyha úgyse fog rajtunk. Tehát, hogyha, vagy mégis, tehát van olyan például, hogy, hogy valaki... Ne bele, te magad, ne bele. Igen, ez lett volna a másik kérdésem, de most egyelőre maradjunk a passzív oldalon. Tehát, hogyha velem szemben valaki ezeket a technikákat alkalmazza, bár itt most eléggé összecsúsztak, mert egyikőtök azt mondta, hogy a manipuláció és varázslás, más azért különbséget tett, a kettő között azt mondta, hogy a manipuláció nem varázslás. Nem, hát a Ki felésében az? azt mondta, hogy ezeket a manipulációkat is átemelték a varázslás nevű Aha, értem, tanításba, értem, értem. és minden varázslás volt. Minden. Igen, igen. Tehát az, akkor mondaná, a manipuláció vagy. az egyszerűen csak egy akarat átvitel, <kül> ami egyébként mérgezi a, az embernek a lelkét. Csak igen, úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy én amikor tinédzser voltam, akkor terjedt el ez a tanítás, hogy valóban itt a farmakály igen szerepel, és hát minden gyógyszertár. Hát a kígyó is a kígyó, meg a Emlémájában ott van a kígyó, ugye maga a sátán, és uh, nyilván a kígyó méreg miatt Mikor mentünk el a Egyébként maga, maga, Egy a az az maga, maga a szó az kétségtelenül, tehát maga a szó az jelent varázslást is, és jelent boszorkányságot is és ma divatos használni azt, hogy, hogy vannak mérgező személyiségek, toxikus személyiségek, toxikus kapcsolatok, amiből menekülni kell, mert az az ember, aki toxikus, tulajdonképpen mérgezi a lelkünket, mert minden áron a saját akaratát akarja fölöttünk érvényesíteni, de ezt nem soroljuk akkor a varázslás kategóriájába. Nem ez lelki szint, nem szellemi szint. Ez lelki szint, nem szellemi szint, de visszakanyarodva az alapkérdésünkhöz, hogy ha Krisztusban vagyunk, akkor rajtunk nem fog a varázslás. Vagy mégis, nem. én hallottam olyat, hogy, 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 helyett, hogy így, így... komoly érett ö, ö, <laughs> Isten szolgái szoktak arra hivatkozni, hogy azért érzik magukat rosszul, azért van rajtuk nyomás, depresszió, minden egyéb, mert éppen valakik átkozzák őket, vagy varázsolják őket. Most akkor ez egy, ez, ez egy, ez egy hülyeség, mert nem fog a varázslás, vagy, 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 akkor mégis fog rajtunk a varázslás. Vagy hogy van ez? Tehát aki Krisztusban van, <laughs> és akkor majd foglalkozunk azzal is az aktív oldallal, hogy, 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 tudatos döntés egy keresztény részéről, hogy mostantól akkor varázsolni fog, vagy bele lehet ebbe csúszni. De akkor először, hogyha a passzív oldalról közelítsük meg a kérdést, de nem fog rajtunk a varázslást, akkor mit panaszkodunk? Nem fog, Nem fog. Nem fog. Tehát ha Jákobon nem fogott, akkor rajtunk pláne nem fog. Egyáltalán nem hiszek abba, hogy bárkinek a <coughs> varázsló tevékenysége, gonosz morm mormolása, vagy akár szellemi harca, vagy akár harc. démolistája meg nem tudom én milyen, hogy az hat ránk. Ha hatna ránk, akkor mi nem én nem nyilatkoznék itt nektek most. Ennek semmi, semmi ereje nincs. Annyi ereje van, hogy ilyen jó kis provokatívan tettett föl a kérdést, hogy bizony ez olyan, hogy, hogy sarkunkban mardós esetleg, és okozhat egy, egy, egy rossz életérzést, egy menekülésérzést, vagy okozhat egy olyat, ami, amitől az ember nem érzi jól magát kellemetlen. De ennél nincs több, tehát nem fog, nem fog. A leghatározottabban úgy gondolom, hogy nagyobb az, aki bennünk van, mint bármilyen varázslás, bármilyen igézés. A leghatározottabban hiszek abban, hogy, hogy aki velem van, aki bennem van, a Szent Szellem Krisztus nagyobb ezeknél. Tehát akkor hogy azt kimondhatjuk, mégis... hogyha egy gyötrést érez az ember, a lelkében, a szellemében, akkor nem ezt tudjuk, semmiképpen hát sem ezer szabad millió annak millió tulajdonítani, lehet. hogy, nem valami ne, varázslás, lehet. manipuláció ne, ne nagyon sok lehet, ezt én nem, nem sarkítaném uh -huh. ide, hogy ezt most csak Mert akkor az lefog. már is ugye lehet, hogy babona igen, igen, és babonás félelem. Bekapcsolódik félelem. egy babonás félelem, ami, ami legalább olyan veszélyes, mint egy tényleges ö, 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 gonosz beszéd, vagy, vagy rossz akarat vagy összefogás ellenet, tehát én nem hiszek ebben. Valamikor azt gondoltam, hogy ez hatékony, azt gondoltam, hogy ennek van jelentősége. Nagyon rosszul gondoltam, és rendesen komolyan megtértem belőle, és nem gondolom már egy, egyáltalán, hogy ez így van. Tehát a passzív oldalról én nekem ez a véleményem, és, és csak azt akarom megerősíteni, hogy soha ne félj ilyenektől, és soha ne gondold azt, hogyha mondják rád, akkor, akkor most ezzel célt érnek el. Ha újjászületett hívő vagy betörtekezve Szent Szellemmel, akkor higgy abban, hogy, hogy semmi közük, köze nincs ennek a gonosz ö, ö, do, dolognak, te hozzá. Tehát, hogy légy ebben erős, légy ebben Igen. bátor. Én ja, megint várom a bulvárrovatot, jó. Keringtek olyan hírek, amikor megtértek kifejezetten okult személyek, boszorkányok, sátánisták, hogy ők kifejezetten végeztek olyan szertartásokat, bőjtöket, áldozatokat mutattak be, azzal a célral, hogy keresztény vezetők, azok családjai betegedjenek meg, menjen tönkre az életük, és a többi, és a többi. Feri, akkor szerinted nekünk ezzel még akkor is a tudomásunk van róla, semmi dolgunk nincsen, egyszerűen annyi, hogy Krisztusban vagyunk, aztán csókolom. Hát mindenféleképpen csókolom. És Krisztusban vagyunk. És Krisztusban is vagyunk. Én is abban hiszek, amit az Ervin mond, hogy egyszerűen igaz az Istennek az igéje, hogy van egy oltalom, egy védelem. Sőt, hát azért nagyon nehéz, mert már most félre akar menni az egész dolog. Mert nem erről szól az evangélium. Ez maga a varázslás. <síns> hanem, hanem nem erről szól az evangélium. Tehát itt arról, a, 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 helyet, hogy azzal foglalkoznánk, hogy mit végzett el, és mit tett Jézus, és mi, mi, mit, milyen oltalom és védelem van ő miatta, az ő áldozata, vére miatt, az ő belévetett hitünk miatt, hogy nincs semmiféle károsztató ítélet ellenünk, hanem az Isten oldaláról egy fiúságba fogadás, egy kegyelembe fogadás, egy teljes elfogadás van. Ott vagyunk benne az Isten országában. Ehhez azzal foglalkozunk, hogy mit csinált XY és az, hogy hat miránk. De ki, és... foglalkozik ezzel? ki foglalkozik ezzel, bocsánat? Tessék? ki foglalkozik ezzel? Hát most ez a kérdés, amit fölvetettél. Hát ezt... mi pont ak meg akarjuk nyugtatni a hallgatókat, Igen, na most... hogy fölösleges ezzel foglalkozni. Na, de én is ezt szeretném, hogy megnyugtatni Mert a, a hallgatókat. Csak az én szűk környezetemben is vannak olyanok, akik azért rendszeresen panaszkodnak arra, hogy érzik ezeknek a... De lehet, hogy az veled van összefüggés Ezeknek a szellemi erőknek a hatását, hogy úgy borzasztóan nyomás alatt Nagyon nyomás, van. Nyomják a rahácsot, meg mit Nem tudom rahá, én. Krahács. Krahácsot, igen, igen. Pontosan beszélünk ez a klasszikusok. Igen, krahácsot, igen, nyomják a krahácsot, igen, krahácsot és a többi. A rohács, Tehát, hogy így csak pont, is. hogy föl szeretnénk szabadítani mindenkit, hogy, hogy ez zsákutca. Zsákutca be, ebbe belemenni. De nagyon nagy a kísértés a, 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 arra, hogy ebbe belemenjen az ember, Igen. és bele lehet veszni. Ez, egy, ez egy végtelen végtelen pókháló özön, amiben bele lehet veszni, és keresheti az ember, hogy honnan jön a nyomás. De az Isten igénye ilyeneket mond, hogy hogy az Isten szolgáinak az az öröksége, hogy minden nyelvet, ami igaztalanul vele perbeszáll, azokat károsztatja, és ugye a Efézus 6-ban azt mondja, hogy a pajzsával megoldhatjuk, és megoldjuk az ördögnek minden tüzes nyilát. Én ennyit szeretnék ezzel foglalkozni, de egyébként meg úgy gondolom, hogy, hogy, amivel viszont érdemes foglalkozni, hogy ez egy, ez egy valóban varázslás kultusz, hogy félre akarja vinni ez a teológia, ami gondolkodásmódunkat arra, hogy ne a Jézus Krisztusban megjelent isteni kegyelemmel, szeretettel foglalkozunk, hanem menjünk át a démonológia területére, és például azt vizsgáljuk állandóan, hogy most a kínai orvoslás, vagy a joga, vagy a rejki, vagy a gyűrűkura, vagy a nem tudom én micsoda, a kigyóborka, ez akkor most éppen az ördögi tevékenységbe csúszok éppen bele, és akkor Isten meg fog rám rettenetesen haragudni, mert mind gyűlöli, aki ilyeneket cselekszik. Nem ezeket mondja, az, még az 5 Mózes 18-ban sem. De át akar vinni arra a területre, hogy én kezdjek el saját magammal, kezdjek el a bűnökkel, kezdjek el a démonokkal foglalkozni, ahelyett, hogy benne maradnánk az erősségben. És Isten igen azt mondja, hogy maradjatok meg az erősségetekben, Krisztusban, abban az identitásban, amiben már szabadok vagytok, amiről az Ervin is beszélt. Nagyobb az, aki bennünk van. És nagy a kísértés, és egész teológiák vannak. Ez a szellemi harcnak a teológiái alapján. Na, mondok egy példát. Na, Mi például, amikor. Már nem szívesen foglalkozunk ezekkel a. Na jó, akkor nem. való dolgokkal. De azért, ha már elkezdted, Nem. Mondjadna. Na jó, mondok. Ne engedj a na, Most volt a választás. Most volt ez a Érez, választás. Hogy le vagy varázol. Amerikában a választás. Igen. Hát nagyon-nagyon nagy kérdéseket vett föl, amikor itt a dolgozók pro és kontra ö, rendes szellemi harcokat folytattak az ügyben, én már nem megtértem belőle. Ha meg is lett az eredménye. Meg is lett az eredménye. De, de régebben én is folytattam, hát együtt járkáltunk körbe, és a választásokon mondtuk, hogy így menj össze, növekedjél, választási... Na, ez a testnek a cselekedete. Érted? És ezt úgy gondoltuk, hogy valami nagyon-nagyon szellemi dolgot csinálunk. Miközben a test. Miközben cselekedetét csináltuk. Még egy pár kilométert beleraktunk. Beleraktunk az, rendesen, számomra. és akkor imádkoztunk az, az azért, van. hogy, a, hogy most meg bevallom, az SZDSZ emelkedjen föl, hát majdnem kiesett a parlamentből, a Fidesz töpörödjön össze, megnyerte a választást azóta, se az, olyan... Érted? Ilyen marhaságokat csináltunk, és... Fajjuk ut... be, hogy a mi varázslásunk nem működött. Nem igazán. Hát igen, de de, ez most így utólag visszanézve, és úgy gondoltuk, hogy valami nagyon-nagyon magas szellemi tevékenységet folytatunk, de ez, ez ennek, ennek végtelen semmi köze. És szeretném a voksot letenni ott, hogy amióta megismertem az és találkoztam az Istennek ezzel a végtelen szeretetével, és ebben próbálok növekedni, és ebben próbálok elmélyülni, amit ő elvégzett, amiben ő tett bele, amiben ő tett, akkor ez ugye a periférián is kívül kerül ez a kérdés. Köszönöm szépen, Tamás, akkor ami még maradt neked. <gül> 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 Jó, hát akkor nézzük oda-vissza. Szóval először, 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 először a passzív oldalt nézzük Igen, csak. hát Igen, a passzív, passzív oldalt. Szóval a passzív oldalon én nem becsülném le azt, hogy amikor szidalmaznak, átkoznak, szellemi harcot folytatnak veled kapcsolatban, vagy ellened, meglepnek rossz érzések. Itt a kérdés mindig az, hogy az ember engede ezeknek a rossz érzéseknek, vagy nem, mert ezek csak érzések, ez nem a valóság. De ha valaki ezt azt gondolja, hogy ő most a valóságot érzékeli, mert ugye a gondolatainkkal, meg az érzéke, érzéseinkkel, kapcsolódunk a valósághoz, ezek hatnak az akaratunkra, és a szerint döntünk, hogy most mit, mi legyen, mi ne legyen. És az érzéseink ugyanúgy, mint a gondolataink, azt akarják elhitetni velünk, hogy mi most valamilyen valóságosat érzékelünk, de nem, ez ugyanúgy hazug érzékelés, mint hogyha hazug gondolatok lennének a fejünkbe. De ezek a rossz érzésekből lehet dönteni, ezek a rossz érzések hathatnak ránk, ezek a rossz érzések eredményezhetik azt, hogy az ember nem csinál meg valamit, pedig kellene, vagy megcsinál valamit, pedig nem kellene, mert beleviszik ezek az érzések ilyesfajta döntésekbe. Tehát én ezt abban az értelemben nem becsülném le, hogy ez létező probléma. Bocsánat, csak egy mondatot hagy szűrjök, hogy nagyon erőteljesen generálják ezek a rossz érzések a félelmet. Ezek stresszes állapotok. Félelmet, alkalmatlanság érzés, minden mindegy, úgy sincs semmi értelme, Isten se szeret, az emberek se szeretnek, én se szeretem magam. Szóval ezek azok az életérzések, amit okoznak a szidalmazások. Köszönöm, hogy egy szóval már említetted a választásokat, ugye ezért van megírva, hogy ne a népet fejedelmét ne átkozd. Ne szidalmaz, mert a szidalmazod, ő is érik ezek a hatások valamilyen szinten, és nem biztos, hogy jó lesz, hogyha ő egy depi állapotból fog döntéseket hozni, ez de biztos, hogy az a helyzet. Mondjuk ez a szent népre volt parancsolat. <síns> <síns> Rögtön a korlátokat a megteszem. <síns> De hát Tehát van, van ennek hatása az és érzések, persze az életérzések szintjén. És hmm. viszont az ellenállásnak az, hogy az, az ember ezt fel kell ismerje, és amikor érzem azt, hogy méltatlanságérzés szám rám, alkalmatlanságérzés szám rám, stb. stb., akkor az embernek tudnia kell, hogy ez nem a Szent Lélek. Ez nem Istennek a szava, nem Istennek a, a hangja, és, és ilyenkor... Az erősségbe, be kell maradni, ahogy Feri is mondta. Az ember elkezdi a hitét gyakorolni, Így van. imádkozik dicséretet énekel, ha tényleg olyan szoborkás a hangulata már, hogy magától nem tud ebből kitörni, akkor összejön a testvérekkel, elmegy a gyülekezetbe, és másokkal Amen. együtt felbuzdul a hitében, és amikor újból betölti a Szentlélek, meg újból Isten felé fordul, akkor rájön, hogy hát nincs is semmi baj, ez csak hmm. egy beteg, rossz életérzés volt. De ez a passzív része. De olyan, hogy, hogy jön egy főmágus, hát pont a Bálám történet erről szól, hogy jött a legnagyobb mágus, a leg, valaha ért legnagyobb mágus, a mágusok mágusa, mágus, a mágusok királya, akiről mindenki tudta, hogy ő megáll, az, az, az meg, meg úgy a róla, hogy szinte hozzá. De azért Isten hozta a legnagyobb ágyút, és az a legnagyobb ágyú is besült. Már nem az Isten hozta a legnagyobb ágyút, hanem... Hát el... engedte, hogy oda menjen a bálám út, ja, közben azért szórakozott vele egy kicsit, ugye szamárilag, meg minden. Egy mire odaérkezett, akkor már bálám is kellően meg volt félemlítve, és mondta, hogy én nem, mond, nem mondok semmi más, csak amit az Isten a számban. És Isten áldást adott a szájába, és nem engedte, és azt mondja, ő mondta ki, az vállám szavai ezek, hogy Jákobban nincs jövendőmondás, és nem, nem fog rajta varázslás. És nem lehet. Tehát az Isten népét nem lehet. A, 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 mi Isten kezébe vagyunk. A legnagyobb pásztor vezet bennünket, aki mindennél hatalmasabb az uraknak. Az ura, aki Amen. minden hatalom a mennyi és a földön, ez nem úgy van, hogy akkor jön valaki balkészről, és akkor puty. Ágyalogol Jézusnak a vérén, meg minden igény. Meg kell a hitedet erősíteni ebben, hogyha elbizonytalanodsz, akkor azért mondom, gyakorold a hitedet, és rögtön rájössz, hogy nem, ez csak egy beteg életérzés, van, a pukkad mint a lófér. Tehát akkor abban erősítjük meg a kedves hallgatókat, nézőket, hogy ne az átokba higgyél, ne a varázslás erejébe higgyél, hanem abban higgyél, hogy Krisztusban vagy, és nagyobb az, aki benned van, Én, mint aki a világban vagy, van, és ne elő... hagyd magadat ráncigálni, így van, Jobb nem, arra. Én labda, amit a szellemek szele ide-oda fújdogál, és akkor nem tesz semmi, hogy ilyen szél, fúj, szél fúj, és akkor erre, mint a, az őszi faleveleket, össze-vissza fújdogálnak a szellemek, ez nem igaz, azt ne hidd el, ne engedjenek. Ha nagyon nyominger vagy, nyisd ki az efészusi levelet, és lásd meg, hogy fel vagy ültetve, meg vagy áldva minden szellemi áldással. ne hidd el, hogy átkozott vagy, vagy nem tudom én micsoda, mert ezzel megfertőzik a lelkiismeretedet, mert Jézus mondá, hogy az étel nem fertőzi meg az embert, mert a gyomrába megy, és onnan aztán Ugye, angolosan távozik, de a beszéd viszont meg tud akadni az elméjében, meg tud akadni a lelkiismeretében, és minden annak tisztáltalan, aki azt tisztáltalannak tartja. És akkor a Harry Pottertől lefelé, fölfelé jön a gyújgatás, meg a jelgatás, meg a babonás félelem. Na ez az egyik része. A pas az aktív része, az, az amikor az ember belecsúszik. Igen, na most e itt meg megakasztanálak, mert azért hagyjunk a többieknek is lehetőséget, mert most már... Ez már manipuláció. Ez, 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 ez már, már manipuláció, és egyébként most kezd majd izgalmas lenni a, a, a téma, mert akkor a passzív részt lezárhatjuk, de mi van akkor, hogy bár elvileg nem hat rám, mégis érzem ennek a hatásait, és esetleg ezek alapján hozok döntéseket. Ugye éppen ezért talán lehet azt mondani, hogyha hogy ha én irányítani szeretnék embereket, akkor nekem az a jó felfogott érdekem, hogy végül is valamilyen szinten azért kiskorúságba tartsam őket, hogyha mégis esetleg, ne hogy Isten, manipulálni szeretném őket. Na, de egy keresztény ember, aki egyébként elutasítja a varázslás csípőből, akkor mégis hogyan válhat aktívá ebben a szereposztásban, és hogyan csúszhat bele ő maga a varázsás szerintem azt nem lehet mondani, hogy az már nagyon gáz. Lehet, hogy van erre példa, hogy hogy valaki meghozza azt a döntést, hogy ő bár keresztény és keresztényként szolgál, ténykedik, de meghozza azt a döntést, hogy a céljai elérésének az érdekében mégis ördögi erőket fog használni. Tehát nagyon valószerűtlen, hogy ez így megtörténjen egyik pillanatról a másikra. De mégis hogyan csúszhat bele egy keresztény a varázslásba? Mi, mi, lehet ennek az oka? Mi ennek a folyamata, Ervin? Ha egy szóval mondanám, akkor a hatékonyság, a, úgy gondolt hatékonyság, Aha. mert akiket említettél, én is teljesen úgy gondolom, hogy ezek testvéreink, ők ugyanúgy az úréi, ugyanúgy Jézus vére megmentette őket és megváltotta őket. Ha mégis előfordul ilyen, az azért van, mert ő úgy gondolja, vagy túlértékeli a saját szolgálatát, saját személyiségét, saját befolyását, és ezt még hatékonyabbá akarja tenni. És azt gondolja, hogy azzal, hogy, hogy olyan dolgokat mond, vagy elvár, amik egyébként nincsenek benne abban a kapcsolatban, mondjuk egy vezető és egy, egy, egy gyülekezett tagkapcsolatában, Amik, amik, amiket beletesznek, sajnos nagyon sokszor, mert e ekkor találkozunk vele. Tehát amikor ide jönnek emberek, és azt mondják, hogy a pásztor azt mondta, hogy ha elhagyom a gyülekezetet, akkor elkárhozok, <kül> vagy mit tudom én, ugye találkozunk ilyenekkel, mert akkor kiesek a kegyelemből, és akkor stb. Én szerintem ez az, amikor tudatosan vagy nem tudatosan, de felmérhetetlen károkat okoznak a hívőkbe, és ez egy, ez egy valós probléma. Egy kérdés, <coughs> mert azért merem föltenni, hogy <coughs> utaltál rá, hogy valamikor te is üzted ezeket a igen, praktikákat, persze. de megtértél belőle. Nem a praktikákat, jó, hanem hat, jó, használtam. Jó, jó, oké, igen. Azt hittük, imádkozunk. Igen, igen, hogy, hogy ha azt megkérdezhetem, hogy hogyha a te múltadat analizálod, akkor nálad ez hogy hogy történhetett meg? Tehát, hogy, hogy mi, mi vet rá téged arra? Hát a vezetőn vet rá elsősorban arra. Hát, a de, de, a né, de most őszintén meg, meg a kérdésedre válaszolva. De nem kell válaszolni. A, és bocsánat, de, de, hogy de, ilyet de, 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 de. Én is azt gondoltam, hogy az az ügy, amit szolgálok, és amit együtt szolgálunk, és amit tolunk, és amit csinálunk, az fontos. Az a legfontosabb a magyar népnek, a Magyarországnak, az, Istenországának, az Isten országának, az Istenügyének, az Evangélium céljának és az összes többi, ami benne volt, és ezt tényleg úgy gondoltuk, hogy e. Ennél bármilyen eszköz számításba jöhet, ami hatékonyabbá teszi. És egyik oldalról hirdettük az Isten kegyelmét, az evangéliumot az embereknek, a másik oldalon pedig szittuk átkoztuk azokat, akik nekünk nem tetszettek, és ez bűn volt, és ezzel is mélységesen bocsánatot kérek mindenkitől 125-ször is. Tehát ez nem volt de helyes. Ez volt a kérdés De, de célja. nem tudom, de, 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 a, de az remélem, hogy válasz kap tehát Igen. amikor azt gondolom, hogy, hogy az én ügyem, az az, a, az, a, az, az istenügye, és az az istenügye az bármilyen e, eszközt megér, hogy én ezt keresztül nyomjam és megcsináljam, vagyis most mondja ki egy hamis elhívást, tudat vagy egy túlzott elhívást, tudat egy nagyon erős személyiségnek a, a megjelenése, az bizony ez eredményez. És abban a pillanatban ő valóban átsúszott arra a területre, amit ö, ö, amit nyugodtan nevezünk varázslást, ha nem is a, a bálánféle történet, vagy a nem tudom Igen. Mi, okult emberek által gyakorolt történet, hogy mint a vudúk, meg a nem tudom mint szurkálják a tűvel, meg a nem tudom mi, de mégis a varázslás kategóriába tartozik, mert mert rákényszerítettünk emberekre olyan akaratot, ami a milyen volt, és nem az övé. És ez még gyülekezeten belül és szolgálatokon belül is megjelent. Köszönöm szépen. Egy gondolatot kiemelve abból, amit elmondtál, és aztán majd tovább lép fel hogy azzal kezdhet, hogy a hatékonyság okán csúszik bele ebbe az ember. Tehát ott van mondjuk egy szolgálón a teljesítménykényszer, hogy szeretné hozni a számokat, az eredményeket, és Minden egy ponton túl, akarva, akaratlanul is elkezd manipulálni, elkezd olyan eszközöket használni, olyan módszereket, amivel úgy érzi, hogy a kívánt eredmény az hozható, legalább a látszatnak a szintjén. És mire észbe kap az ember, már azt vesz észre, hogy már manipulálja a híveket, már befolyást akar szerezni, és a többi, és a többi. Mondtál egy érdekes dolgot, ugye, hogy az imát vontátok be, igazából nem, a saj, nem az Isten céljainak a megvalósításában, bár azt gondoltátok, hogy az Isten akaratával működtök együtt, és a Tamás pedig említette azt, hogy hogy az, akkor, az, amikor csak manipulálok, az a varázslásnak, hogy úgy mondjam, a lelki szintje, és van ennek egy szellemi szintje. Na most, amikor imádkozok, az egy szellemi tevékenység. Tehát itt akkor lehet, hogy van egy ilyen metszet, ami szellemi is, meg lelki is, tehát, hogy nem egy gonosz erőt akarok segítségül hívni, de az Istennél imádkozok, egy szellemi erőfeszítést végzek, mondok egy példát, és akkor Feri, próbálj meg nekünk ebbe segíteni. Egyszer voltam egy evangelizáción, és kétségtelen, hogy jó pára meg is tértek, bár egy elég manipulatív evangelizáció volt, a pokol lángjai színdarab került bemutatásra, és sokan ugye tényleg rendesen megijedtek, és el is mondták a végén a megtörimát, de ezzel most nem degradálni szerettem volna. Nem. Tegye fel a kezét, aki nem akar Eltengozva. Igen, és utána, amikor beszél és volt egy evangélista, aki aki ott hirdette az evangéliumot, nem magyar, tehát hogy nem ismerjük, úgyhogy senkiről nem fog semmi rosszat mondani, és utána beszélgettem egy magyar evangélistával, aki ott volt a helyszínen, és mondta, hogy fú, hát ő ez nem semmi, ez az ember. Azt mondják róla, hogy fiatal korában a feleségéről öt vőlegényt imádkozott le, mire az övé lett. Tehát, hogy addig imádkozott, amíg nem lett úgy, hogy ő akarta. Tehát, hogy most akkor ez lelki, szellemi, milyen természetű, tehát, hogy hogy az csúszunk is át. Bánta. <laughs> tehát, hogy, hogy, hogy... Ezt hogy... én sem értem pontosan, hogy hogy imádkoztál le róla. <laughs> Igen. Igen ez tehát, nem hogy... az előző témákörünk betartozik? A bálványi vádás? Nem, az, nem a szexuális <laughs> ja, területe, nem, nem. nem, nem, Igen, de hogy, 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 akkor a kérdés, tehát, hogy, hogy így is át lehet csúszni? Tehát bele lehet csúszni ebbe? Tehát aktív? Igen. Attól, hogy oda bigyeztjük egy a mögé, az, hogy Jézus nevében ámen, ez, ez még azért úgy nem legalizál bármit. Igen. És én itt, itt azért szeretném ezt, én ezt egy fontos kérdésnek tartom. Azért fontos kérdés, mert szerintem a mi szeretett, karizmatikus egyházunkban ez, ez nagyon erőteljesen jelen van a mai napig is. Nem egy gyülekezetnek a specifikuma, hanem ez egy teológia, ez egy kultusz, ez egy, ez, ez egy olyan, olyan féligasságoknak a működtetése, amik. amik, amik szerintem egy súlyos céltévesztés. És segítségül hívnám a Márk Evangéliumnak a hetedik fejezetét, ahol Jézushoz oda mennek, és azt mondja, hogy megkérdezték őt a farizeusok, és azt mondják, hogy mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mozdatlan kézzel lesznek kenyeret. És Ezt tudja meg az ANTS. És, 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 és ugye az volt, a, az volt a, tehát van az Istennek az igéje. De ők nem azt mondták, hogy az Isten igéjével szemben ők, hanem hogy a régiek rendelése. Tehát behoztak valami mást. És nagyon érdekes, hogy Jézus válaszol, azt mondja nekik, hogy igazán jövendőlt felületek, képmutatók felől, Ézsaiás próféta, meg van írva, hogy az a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. És azt mondja, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek a parancsolatai. És, és itt az történik nagyon sok esetben, hogy ahogy beszéltünk erről már, hogy az Isten kegyelmének az evangéliuma, Jézus Krisztus személye, az Atya szeretete helyére bekerülnek ezek az emberi tanítások, ezek az emberi teológiák, tapasztalati teológiák, és e körül kezd pörögni az egész gondolkodás, a rendszer azért, hogy hatékonyabbá tegyük az Isten országát, azért, hogy szentebbek legyünk, azért, hogy még többen megtérjenek, és akkor olyan eszközöket is megengedünk magunknak, amik amik már köszönő viszonyban sincsenek az Istennek az igéjével. És nagyon érdekes azt mondja, hogy, hogy azt mondja, az Isten parancsolatát elhagyjátok. És emberi rendeléseket tartotok meg. Korsókat, poharakat, mosogattok, sok egyéb eféléket, tehát csomó olyan dolgot, amiről nem beszél az Istennek az igéje, nem a szeretetet, nem az igazságos ítéletet, nem az irgalmasságot, hanem Nehogy megnézd a, mit tudom én, milyen filmet, az Ördög jobb és bal kezét, mert akkor démonizálódni fogsz. Nehogy aztán, mit tudom én, elolvasd a Gyűrűkurát, vagy ha jogázol, akkor neked annyi, mert akkor, a, akkor már belecsúsztál a nem tudom, vagy a kínai orvoslás. Hát ezekről semmit nem. Tehát annak alapján, hogy ugye a János levelének a, a negyedik fejezetében azt mondja, hogy hogy meg lehet különböztetni a szellemeket, sőt, így különböztessük meg, hogyha nem Jézust állítja azt valamely szellem, hogy ő a testben megjelent Krisztus, az az Antikrisztus szelleme, mert a Szent Szellem az Jézusról, Krisztusról állítja, hogy Jézus Krisztusról, hogy testben megjelent, Jézusról, hogy a testben megjelent Krisztus. De ez nem azt mondja, hogy nincsenek természetes dolgok, Nincsenek olyan dolgok, amik... Hát egy fotballmérkőzést nem lehet megnézni, mert az maga a bálványimád, akkor messzi, messzi, messzi. <coughs> vagy érted, hát nem hát lehet van, van az a messzizés, ami már súrója. És itt vannak nem ilyen nem remek szellemi ö, látók, akik majd megítélik, hogy te most már bálványimádó vagy, te meg csak egyszerűen drukkolsz. Hát na mindegy, nem akarok ebben. Visszakanyarodva. Ennek alapján mindent bele lehet tolni abba, hogy te már itt eltévejettél, te már itt az ördögi területen vagy. És kárhoztatás, megfélemítés alá lehet helyezni embereket, és ez lehet, hogy tudatlanul hatékonyság miatt történik, hatékonyság növelése miatt történik, de átcsúszik az esetek nagy részébe abba, hogy sokkal inkább lehet egy megfélemített károsztatás alatt lehet a levő embert irányítani, kormányozni, manipulálni. És Jézus azt mondja, hogy ez egy döbbenetes ige, hogy eltöröltétek az Isten beszédét a rendeléseitekkel, tehát félretettétek, és sok efélét cselekeztek. Ez az eltöröltétek kifejezés azt mondja, hogy erőtlenné tettétek erőtlenné lehet tenni az evangéliumot ezekkel a dolgokkal. Egy olyan félrecsúszás van nagyon sok területén az egyháznak, és ez azért tudom, mert, mert meg kellett térni ebből. Tehát tudjuk, hogy miről beszélünk. Meg kellett térni, és meg kell térni ebből. Nem lehet illegális módon járni. Nem lehet az emberi parancsolatokat az Isten igéje elé helyezni. Amikor Isten igéje azt mondja, hogy áldjatok és ne átkozzatok, akkor én nem átkozhatok. Nem csinálhatok ilyet. Még akkor se, hogyha nem tudom ki mondja. Köszönöm szépen. Mielőtt Tamás, ugye az előbb torkodra forrasztottam a szót, és nem engedtem, az hogy az aktív részről beszélj, az nem győzünk Egy stratégiai döntést meg kell hoznunk, mert van egy olyan kérdés, ami szerintem azért elég messzire vezet, és ha már messziről szó, ha már messziről szó esett, és el kell döntenünk, hogy most még belevágjunk-e, vagy majd esetek szenteljünk ennek egy következő adást. Nevezetesen, hogy akár a bálám eseténél, ugye Tamás mondtad azt, hogy mindig a bálványimádás és a varázslás kézenfogva járnak, de nagyon sok esetben az Ószövetségben a, bál, a varázslás és a jövendőmondás is kézenfogva jár. Sőt, néha csereszabatosan fordítja a Károli. Ez hát az a minősített e, eset. A varázslás. és e, ugye itt a Bálánnál is azt mondja, hogy nem fog a varázslás és a jövendőmondás, és ugye az lenne egy nagy topik, hogy, hogy a jövendőmondás az miért minősülhet varázslásnak, mi a különbség a profécia és a jövendőmondás között? Lehetséges-e, ha már ugye a saját házunk táján söpregetünk, hogy, hogy, hogy alkalmazzuk a Isten nevében elhangzott üzeneteket, proféciákat, úgy, mint egy jövendőmondást, amivel befolyás szerzünk emberek élete fölött, tehát hogy belevágjunk-e még ebbe a nagy témába, Ma vagy szenteljünk ennek egy különadást. Szenteljünk egy különadást. E, jó, akkor Tamás, hogyha mégis belekevered, akkor lelked rajta, de akkor, de akkor hogyan, csúszhat bele, e, hogyan csúszhat bele az Isten embere abba, hogy mire észbe kap már varázsol? Mondok egy ártalmatlan példát, hogy ne legyen na nagyon szigorú a beszélgetés vége. Itt van például a foci. A magyar válogatott Ez nem ártalmatlan téma. <coughs> és akkor a testvérek bőszen imádkoznak azért, hogy a magyar válogatott győzzön az ebés selejtezőn vagy mit tudom én, bármilyen éles helyzetben, és ugye rendszerint ki is posztolják, amikor a győzelem sikerül, hogy ők voltak azok, akik imádkoztak ezért, és mindenféle üzenetekkel segítették a proféciákkal és imákkal a csapatnak a győzelmét. Ha a csapat veszít, akkor rendszerint nem szokták kiposztolni, hogy hát én voltam az, aki nem imádkoztam eléggé, és nem tudom micsoda, ez, ugye ez megszoktuk. De itt is ez az a pont, hogy most vajon, amikor az Isten elé járulok, és azt mondom, hogy uram, a magyar csapat győzzel a mondjatok egyet, a végre, vagy a ráta szigeteket legalább, győzzék le, győzzék Na, le és imádkozom, és küldöm, és mindenféle, ami tőlem tellik, azt megteszem, hogy vajon Isten mit csinál ezekkel az imákkal? És hogy vajon ezek az imák, hogy találkoznak, mert a felőer szigetek is... Mi a kategória, amiért lehet? Tehát például a fociért nem, a vízilabdáért lehet? Igen, azért Különösen a gyereked ott játszik. Igen, tehát a gonosz nem tudnak imádkozni, mert ugye ők víz nélküli helyeket... Igen, a... A kérdésed ugye az, hogy hogy csúszhat, bele, hogy csúszhat bele az ember. Hát így csúszhat bele az ember, akár mert ő jó szándékból, ilyen ártalmatlan helyzet. Nem gondolom, hogy ez most a varázslás minősített esete, amiből aztán hosszú Igen. bűnvallásra kellene megtérni. Csak félreértő a helyzetet. Szabadulás és akkor az egyik csapat keresztényei imádkoznak ezért, és akkor számolják, hogy hány keresztény van az egyik igazi keresztény az egyik foci csapatban, braziloknál sok van, ezért ők nyernek, aztán néha kikapnak, annak ellenére egyébként lehet, hogy jó keresztényekkel van tele a csapat, és itt tovább. Is másfél kere, két és fél, és akkor a üzét 3,7 keresztény van ott. Szóval ezek azok a dolgok, amikor merő jó szándékból az ember nagyon szeretne valamit, nagyon kíván valamit, nagyon drukkol valamiért, és hajlamos átcsúszni, és azt az gondolni, hogy ő lukat beszélhet az Istennek a hasába, vagy rávehet az Istent valamire, amit az, az Isten egyébként úgy nem akarna, de de aztán addig numálok neki, amíg végül is csak megcsinálja. Tehát ez, ezek azok a tévedések, ezek azok a pontok, amikor az ember át tud csúszni, mert amikor imádkozom, akkor mit imádkozok? Legyen meg te akaratod, miképpen a mennyben, azonképpen itt csak föl. Nem azért imádkozom, hogy az én akaratomat az ima által átvigyem az Istenre, hanem azért, hogy az Isten akaratát az ima által átvegyem a magam számára. És semmi bajom nincs azzal, hogyha valaki imádkozik a csapatért, meg nem tudom én micsoda, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez varázslás volna, vagy bűn volna, csak azt mondom, megnyim, hogy ezek, ezek... azok a, 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 a egyébként is, ugye a víz nélkül való helyek miatt, az biztos, hogy nem lehet démonikus, de a, <coughs> de meg az, hogy drukkol, meg az, hogy szurkol, meg hogy imádkozik, és lehet imádkozni, én szoktam imádkozni, hozzák ki a legjobbat, a legjobb tudásuk szerint focizzanak, stb. 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 Ezzel stb. Mi önmagában véve semmi probléma nincsen. De akkor, akkor megint az aktualitásokhoz, amikor Trump ugye elvesztette a választásokat, akkor a mögötte álló ilyen nagy meg a csörcsök, akik azért jól profitáltak abból a sok adókedvezményből, meg minden féléből, amit az állam nekik nyújtott, és fontosnak tartották, hogy ez fennmaradjon, ez az állapot. Utána komoly szellemi harcot folytattak, hát tele volt vele az internet, és akkor ugye állandóan darálták, ismételték, hogy győző, győzelem, meg nem tudom, micsoda, meg így, meg úgy, mikor. és megpróbálták, Ima harccal úgymond megváltoztatni Most a dolgokat. az úr az imájukat, csak nem akkor négy is, nem úgy. Igen, lám négy év múlva beteljesítettek. Jó, várni és megadásra. De, de azért, múlva. amikor megnézed azt, hogy ilyenkor mi történik, meg ilyenkor ezek az emberek mit csinálnak, az maga a varázslás. Tehát ezt, ezt ki kell mondani. Hmm. Nem abban az értelemben varázslás, hogy, mert ugye a varázslásban van egy olyan értelmű dolog, hogy arra használom, hogy ár csak vele. Tehát a másiknak rosszat akarok. Én valójában jót szeretnék, de illegális eszközökkel akarom a jót. olyan. A, a, Imá, az imámból átsúszok egy olyas fajta gyakorlatba, ami már nehezen volna imának nevezhető. Igen, és talán ezért, sőt biztos, hogy ezért szoktuk tanítani a frissen megtérteknek az imádkozás okán az úrtól tanult ima alapján azt, hogy az első fontos teendő, hogy a lelkemet lecsendesítsem, amikor elkezdek imádkozni. Ugye, hogy legyen meg a te akaratod, tehát hogy tudja különbséget tenni között hogy mi az én akaratom, mi az úr akarata, mi az, ami közös, amit az úr is akar meg én is szeretnék, és, 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 és ebből meg. induljon ki az imám. Te akaratod legyen meg a te ország. És, és, legyen és, és tulajdonképpen a, az imánk az azt a célt szolgálja, mint szellemi tényező, hogy az Isten akarata végbe menjen, és nem feltétlenül azt, ami. Hogy, hogy a mi akaratunk megvalósuljon. Ugye a nagy problémák vagy kérdések abból adódnak, hogy Tehát mit teszünk sokszor szolgálvá az Isten számára, és nem az Istent akarjuk a saját akaratunk szolgáljává. Tehát. Mert vannak akik mondjuk, ha már a választásokat emlegetted, meg vannak győződve arról, hogy az Isten akarata az volt, hogy Trump legyen az elnök, és ezért ők teljes jó lelkiismerettel imádkoztak ezért, hiszen nekik az Úr kielentette, hogy ez az ő, ő akarata. Hát akkor ez egy külön műsort megér. Ez egy külön műsort megér. Én zászlónak egy gondolatot szeretnék, hogy Jézusról az van megírva, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Isten egyenlő, hanem kibresítette magát, szolgai formát vett föl, hozzánk hasonlóvá lett, és meghalt a keresztény. Hogy hogy ő volna a világot. Hatékony lett volna. Hát föl is neki az ördög. Hatékony lett volna, de nem, hanem, hanem a győzelemnek egy egészen más útját ö, ö, vitte véghez. A, a, a meghalt a keresztem haláláig, és győzött, és mindenek fölött győzött, és legyőzte az ellenséget, és nagyon hatékony volt, de egészen más úton módon, mint ahogy azt mi ö, elgondolhatnánk, és ö, saját magamnak is, és, és mindegyikünknek tanulság, hogy sokszor ö, nem az a hatékony, ami, ami a nagy dérel történő ö, dolog, és akkor hú, minden, hanem, hanem sokszor ez a lecsendesítés, sokszor az, hogy hogy mi az Istennek az akarata, mi volt az atya akarata, mindig azt kutatta, és választott egy olyan utat, amelyik végül is sokkal hatékonyabb lett, és most már hisszük és tudjuk, hogy ez volt az az út, ami, amit elénk tárt, és ami nekünk is járni kell. Jézus pontosan erre figyelmeztette a hirtelenkedő tanítványokat, amikor tüzet akartak lehozni, de nem tudjátok, hogy milyen szellem van bennetek. Nagyon köszönöm. Hát kezdünk belemelegedni a témába, varázslásról beszélgettünk ma, egy hét múlva folytatjuk, és hogyha helyesek a megérzéseim és a prognózisaim, és ez semmiképpen nem profécia, akkor az lesz nem a következő mondás, adásunk címe, hogy profécia vagy jövendőmondás, esetleg prognózis.